Ha valaki a 90-es években volt gyerek, akkor Disney mesék frontján a következő három alapvetéssel tisztában volt. Az Oroszlán királyt mindenki imádta, ugyanakkor mindenki sírt rajta. Az Aladdin a fiúk meséje volt, a kisabb leány pedig a lányoké. Az 1989-es, hazánkban 90. decemberében bemutatott a kisabb leány az azonos című Andersen mese egyik feldolgozása volt, ugyanakkor alaposan átcsavarta a sztorit, főleg annak fináléját. Hans Christian Andersen eredeti története ugyanis egyáltalán nem happy enddel zárult. Andersen meséjének végén a herceg egyszerűen másba szeretett bele. A hableány testvére egy gyönyörű hosszú hajukat a tengeri boszorkának adták egy mágikus késért cserébe, a lánynak pedig ezzel kellett volna megölnie a herceget, majd annak vérét a lábára csorgatni, hogy újra sellővé válhasson. A kis hableány azonban erre nem volt képes, inkább a tengerbe vetette magát és tajtékká változott. Nem éppen ezt a történetet láttuk annó a moziban és VHS-en, a Disney változtatásai pedig világosan mutatják azt a tényt, hogy nem lehet elégszer ismételni, az adaptáció nem szolgai másolást jelent, egy új alkotás bizony gond nélkül eltérhet az eredeti műtől, sőt, annak mondani valóján is módosíthat. Andersen meséje a beteljesületlen szerelemről szólt, egyes feltételezések szerint azért, mert a szerző saját életéből merített mindehhez ihletet. Az általánosságban elfogadott vélekedések szerint Hans Christian Andersen biszexuális volt. 1822-ben pártfogásába vette a dán királyi színház egyik igazgatója, Jonas Collin, Andersen pedig Collin két gyerekébe is beleszeretett. Előbb Collin lányába, Louise-ba, aki máshoz ment végül férjhez, majd a fiába, Edwardba. Fennmaradt levelezésükben Andersen nyíltan megvallotta, mit érez, ezeket az érzelmeket viszont Edward nem viszonozta. A kis hablányban és a rendíthetetlen ólomkatonában is be nem teljesülő szerelme miatti boldogtalanságát vetette papírra tehát a szerző, a Disney viszont annó egészen más irányba indult el. A 89-es a kis hablányban is két teljesen idegen világ találkozott egymással, a történet végén azonban minden jóra fordult, a szerelem beteljesedett, az eltérő közegek közötti falak leomlottak, és mindenki boldogan élt, amíg meg nem halt. 2023-ra pedig úgy érezte a stúdió, hogy ideje ismét elővenni ezt a történetet. Nem nehéz megfejteni, hogy előbb vagy utóbb miért kap élőszereplős feldolgozást minden egyes klasszikus Disney mese. Gyakorlatilag instant pénznyomdának tekinthetők ezek a produkciók. A 2017-es a Szépség és a Szörnyeteg, a 19-es az Oroszlán király és a szintén 19-ben bemutatott Aladdin is 1 milliárd dollár felett hozott a konyhára. Vannak persze kevésbé jövedelmező próbálkozások is, de azért elég valószínű, hogyha egy olyan címhez nyúlnak, mint a kishablány, akkor nem kell majd csalódniuk a bevételeket számolgatva. A casting viszont sokaknál azonnal kiverte a biztosítékot, így muszáj erre is kitérnünk azelőtt, hogy végre eljussunk odáig, hogyan is sikerült az új 2023-as mozi. A főszerepet az 5 Grammy díj jelöléssel büszkélkedő Halle Bailey kapta, akinek nincs jelentős filmes vagy tévés múltja, de elég egyértelmű, hogy Rob Marshall rendezőt itt nem is a zseniális színészi játék keresése hajtotta, a legfontosabb faktor az énekhang volt. Mi magyar szinkronnal láttuk a filmet, így pont a lényegről nem tudunk nyilatkozni, csupán az előzetesekben és a promóanyagokban hallhattuk ténylegesen énekelni Bailey-t, azokban viszont valóban meggyőzőnek tűnt. Ezen a téren tehát vagy elhisszük, hogy a Walt Disney Studios a megfelelő énekhangot találta meg, vagy sem. Egy ismert karakter esetében fontos lehet újabb adaptációknál az immerzió megtartása, vagyis az, hogy ne dobjon ki bennünket az élményből az, hogy teljesen másként néz ki valaki, mint ahogyan az emlékeinkben él. Ennek okán érthető, ha valakinek furcsa, ha Ariel neki már barna a bőre és nem rikító piros a haja, ezt viszont nem kell olyan sületlenségekkel alátámasztani, mint amit nagyon sokan megpróbáltak, mint például a végtelenül szellemes kérdés, hogy hogy barnult le a víz alatt a hableány. Behozni a biológiát egy mesevilágba, főleg kitalált lények esetében végtelenül visszás, és ezen a szinten már kellemetlen is. Nem kell efféle ürügyet keresni arra, ha valakit zavar a csere. Más, mint amire emlékszünk, a változás, változtatás pedig szülhet ellenérzéseket. De mit kezd mindezzel a film? Nos, Rob Marshall a kishableánya nem tesz úgy, mintha semmiféle változás nem történt volna. Foglalkozik a kérdéssel, és ezt meglepően okosan teszi. Egyrészt világos magyarázatot kapunk arra, hogy a hét tenger királyának, Triton királynak miért néz ki másként mind a hét lánya. Ezek a sellő hercegnők egészen egyszerűen az adott tengerekhez tartoznak, ezekben élnek, így az ottani kultúrát, közeget, népet reprezentálják. Ezen felül azt is ötletesen megoldották, a hercegi palotában miért nem szalad fel minden szemöldök Ariel láttán. Azért, mert nem Dániában járunk.
Erik itt egy kis trópusi sziget, egyébként örökbefogadott trónörököse, akinek nem véletlenül lakítja a nomád Dumezveni az édesanyját, és úgy általában is több az udvarban és a szigeti városokban, falvakban a színesbőrű ember, mint a fehér. Egy trópusi sztori ez, trópusi hablánnyal, trópusi környezetben. Nézőként teljesen érthető, hogy hidegen hagy bennünket a Disney potenciális profitja. Számunkra nem az a fontos, hogy hogyan gyarapszik a stúdió bankszámlája, annak örülünk, ha volt értelme újra elővenni egy klasszikus mesét. Kissé leszűkítve a lehetőségeket, két fontos tényező adhat erre okot. Ha tudnak annyi újítást, extrát belepakolni a sztoriba, amivel többé válik a történet, vagy ha annyira szemkápráztató a látvány, hogy megéri ezért egy újkor közönsége számára is jobban befogadható módon tálalni a mesét. Tetszik vagy sem, a mai gyerekek közül egyeseknek már ódonnak tűnhetnek a régi, kézzel rajzolt Disney mesék, hiszen az utolsó Netflixes rajzfilm sorozatban is inger gazdagabb látvány fogadja őket. És ez nem azt jelenti, hogy bármi baj lenne a régi, egyébként csodásan megrajzolt klasszikusokkal, sőt, öröm, ha az ember gyermeke esetleg érdeklődik is ezek iránt, de most tömegről és tömegízlésről van szó. Az első megoldásra egész jó példa az Aladdin, ami képes volt többé válni és gyarapodni az eredeti sztorihoz képest, okkal készül elvileg a folytatása és a spin-offja is. Látvány terén talán az Oroszlán királyt lehetne kiemelni, már ha nem töri ki az embert a frász az élethű beszélő állatoktól, szóval ez a példa azért maradjunk annyiban minimum megosztó. Mit sikerült ezen a két téren villantani a kis hableánynak? Egyszerre sokat és keveset. Már is kifejtjük, hogy mire gondolunk, de még gyorsan megjegyeznénk, hogy ha tetszik, amit láttok, akkor egy lájkkal vagy a csatornára való feliratkozással tudjátok ezt a tudtunkra adni. Nagyon hálásak vagyunk, ha itt tesztek. A sztori hozta a legnagyobb meglepetést, mivel bár többé-kevésbé teljesen megegyezik az eredeti Disney mesével, nem Arielből kaptunk többet, nem az ő karakterét ismerhettük meg jobban, hanem pont a szerelme Erik herceg vált sokkal, de sokkal érdekesebbé, ez pedig remek dolog. A legrégebbi Disney történetekben a herceg nem igazán töltött be több funkciót az aktuális hercegnő mellé illeszthető biodíszletnél. Nem véletlen, hogy a hamupipőke vagy a hófehérke esetében még neve sem volt a szerencsétlennek, és tegyétek a szívetekre a kezeteket, ki emlékszik arra, hogy Csipke Rózsika szerelmét Fülöp hercegnek hívták. Eriknek nagyon jót tett a több saját játékidő, a világosan felvázolt háttér, ezen a téren abszolút dicsérni lehet az írók munkáját. A piros pont azonban megmaradt csak ceruzásnak, filccel csak is akkor írnánk be a naplóba, ha hasonló törődést kapott volna maga Ariel is. Míg a herceg jóval érdekesebb karakterré vált, és végre megmagyarázták, hogy miért és hogyan szeret bele egy némának tűnő lányba, Ariel továbbra is első látásra és egyetlen szempillantás alatt habarodik bele a fiúba. Oké, most nyilván ott tartunk már, hogy egyszerű gyerekmesébe akarunk még komplexebb szereplőket, de ha Eriknél belefért az ilyen törődés, talán Arielnek is juthatott volna belőle. Abszolút pozitívum továbbá a tengeri boszorkány Ursula, kinek szerepére kiváló választás volt Melissa McCarthy. Javier Bardem Triton királya esetében már nem ennyire könnyű szórni a bókokat, ez a Triton sokkal inkább tűnt az eredeti paródiájának, hiányzott belőle minden magasztosság, az atyai tekintély. Halle Baileyről még részletesen fogunk értekezni, de előtte essen szó az állati mellékszereplőkről, őket említve ugyanis magáról a látványról is sokkal könnyebb lesz mesélni. Vannak a filmben szemkápráztatóan szép tengeri jelenetek, olyan pillanatok, amikor a vízi élővilág egyetlen hatalmas, színpompás táncba kezd, vizuálisan abszolút ezek a mozi fénypontjai. Máskor azonban az is előfordul, hogy köhög, prüszköl a CGI, különösen igaz ez a film legvégére, az utolsó nagy összecsapásra Ursulával. Ha korábban említett az Oroszlán királyt nem bírtátok, akkor Sebastiantól, Ficánkától és Hablagytól is a falra fogtok mászni, ez garantált. És pont ez az élőszereplős Disney adaptációk csapdája, sokkal, de tényleg sokkal jobban rombolja ugyanis az immerziót, a beleélést egy más bőrszínű Arielnél az, hogy küllemre ezeknek az állatoknak közük sincs az eredeti mesebeli szereplőkhöz. Ficánka itt tényleg egy trópusi hal, Sebastian valóban egy rák, Hablagy meg egy szula. Ezekhez a valós állatokhoz pedig egyáltalán nem passzol az emberi tekintet és a beszéd. Ezeken vagy képes valaki felülemelkedni, vagy nagyon csúnyán elronthatják a filmélményt. Azt az élményt, amihez a magyar néző számára épp Halle Bailey nem fog tudni sokat hozzátenni. A már korábban taglalt és elég egyértelmű okokból mi nem fogjuk tudni eldönteni azt, hogy csupán az ének hangja miatt valóban megérte ráosztani ezt a szerepet, mert az világosan látszik, hogy Bailey nem színésznő, senki se várjon tőle óriási játékot. Mondjuk az is igaz, hogy Ariel szerepen nem is kívánja meg ezt, a játékidő nagy részében csak kedvesen kell néznie, ezt pedig Bailey teljesíti is.
de szükségtelen, a 2017-es a Szépség és a Szörnyetek példájánál messzebb bennünk ahhoz, hogy lássuk, mennyit tud hozzátenni egy Disney hercegnőhöz egy olyan kaliberű, vitán felül nagyon tehetséges színésznő, mint Emma Watson. Mindezekkel együtt Rob Marshall munkájára és úgy általában az élőszereplős a kishablányra nehéz lenne úgy isten igazán haragudni, és elég valószínű, hogy rengetegen fognak elégedetten kijönni a vetítőtermekből. A zene még mindig jó, a dalok esetében a változtatások megszokhatók, bár a szövegi módosítások néhol elég furák, különösen igaz ez Ursula alaposan megvágott nótájára. A dallami cifrázások egészen be tudnak találni, az új szerzemények között pedig vannak kifejezetten jók, és olyanok is, amik nélkül bőven meglettünk volna. Utóbbira példa Hablaty reppelése, ami lehet, hogy Aquafina előadásában jó móka, de magyarul büntetni lehet vele. Az élőszereplős a kishableány van, amiben több, mint az eredeti mese, de ez fura módon Erik saját történetszála. Egyáltalán nem baj, hogy elkészült, de nem is veszítettünk volna olyan sokat, ha a fiókban marad, ellentétben az Aladdinnal. Ennyi lett volna most a mi kritikánk, de miután már ti is láttátok a filmet, lent a kommentek közt mindenképpen írjátok meg a saját véleményeteket is az új A kishableányról. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!